A magyar kanizsaiak a köztársasági választásokon a VMS-nek szavaztak legnagyobb bizalmat. A párt a leadott voksok 50,39%-át tudhatja magáénak. A szerb haladó párt a következő a ranglistán 19,83%-kal. A tartományi választásokon is a VMS kapott legtöbb szavazatot, 41,5%-ot. Őt a Magyar Mozgalom és a VMDK alkotta koalíció követi 18,91%-os támogatottsággal. Községi szinten 6 lista lett kihirdetve, melyek közül a legtöbb szavazatot a Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István lista kapta, 3969 szavazatot, mely 38,86%-át teszi ki az összszavazatnak. Második helyen Ukrok Községi Összefogás Tandari Polgári Csoportál 1989 szavazattal, mely 19,48%-át teszi ki az összszavazatnak. Harmadik helyen Magyar Mozgalom, mostantól másként Halász Mónika lista 1941 szavazattal, mely 19,01%-át teszi ki összszavazatunknak. Bizottsági tag voltam, 40-45%-os, hogy mondjak, megjelentek. Hát ez tragikus. Az embereket nem érdekli, el vannak fásulva, és mindenki készül ebbe az országba. Azt elmondhatom, hogy voltunk szavazni, jót akarjuk, vagy a jót akartuk, majd meglátjuk. Mindig bízunk a jóba. Én csak annyit akarok mondani, hogy többet ér a vállalatokat visszaadják, hogy a fiataloknak legyen munkájuk, hogy ne menjenek külföldre. A község 13 településén zökenőmentesen zajlott le a szavazás.